bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozatfilmjét. Motívumkeresés. Olaf! Igen, fél hétkor. Még egy fél hétkor pontosan ott lesz a kocsi. Jó lesz. Már is mondom, hogy mit veszünk. A 8-ast, a 10-est és a 85-öst. Igen, egy pillanat. Légy szíves. Irina Paulus, egy perc türelmet. Az ebédszünet után vesszük a 33-ast, a 17-est és a 18-ast. Ez az örökös hangzavar. Állj le egy kicsit. Halló, szóval érted, mire gondolok? Adni. Hát persze, egy jó kis hátsódvarra. De ha találtak valami jobbat. Hogy valami jobbat? Mindenképp egy hátsó udvar legyen. Egy egészen közönséges hátsó udvar. Látod? Vagy például egy ilyen üres gyárépület udvarra. Tökéletes lenne. Azt szeretném, ha valahogy az elhagyatottság érzését keltené. Vagyis, ha áradna belőle a sivárság. Úgy van. Lehetőleg egy-két úcska sufnival a háttérben. Lehet az bármilyen épület, csak keltsen minél elhanyagoltabb benyomást. Ott találják majd meg a hullát. Szóval legyen kihalt és nyomasztó. Öregem, tudom, hogy mindig számíthatok rád. Lemegyek az egyeztetőbe. Ha kell, a föld alul is felkutatjuk. Mint mindig. Szóval itt hagyjuk a kocsit? Aha. Hát persze. És feltétlenül néz be minden egyes kapuajba. Tudod, hogy Ralphnak ez a mániája. Oké. Egy óra múlva találkozunk abban a vendéglőben. Oké? Rendben. Legalább egy valami, ami él. Ah,
Még ez is. Szabad lesz? Paulus, nem tudnád egy percre abba hagyni? Én vagyok a Scarau. Heuréka, megvan, mondd meg Ralphnak, megvan a helyszín. Fantasztikus hely. Kihalt és sivár. Ideális hely egy hulla számára. Na hát, ez nagyszerű. Hát akkor add meg a pontos címet. Nem messze a pályaudvartól. Szóról-szóra az, amit kerestünk. Az utca? Várj, mindjárt megnézem. A helyzet az, hogy eddig még egy árva lélekkel sem találkoztam itt. Később újra hívlak, jó? Tessék? Itt Laufen. Mondd csak, Karau nem jelentkezett nálad? De, vagy két órával ezelőtt. Azt mondta, talált egy jó helyszínt. Két órával ezelőtt? Úgy volt, hogy itt találkozunk, de nem jött. Nem értem. Ha megtalálta a helyszínt, akkor már rég itt kellene lennie. Jó. Jó, várok még egy kicsit, persze. Kisasszony, kérek egy kávét. Szabad? Tessék csak. Mi az, mi történt? Olyan késő van. Szervusz. Karau nem jelentkezett? Karau? Nem, miért? Mert egyszerűen nyoma veszett. Együtt külsőztünk, egy hátsó udvart kerestünk, aztán elvesztettük egymást. És azóta senki se látta. Mi is az új száma? Szó szerint mit mondott, amikor tegnap telefonált? Azt mondta, Heuréka, megvan a helyszín, pontosan az, ami kell. Megkérdeztem tőle, hogy hol van, mire azt felelte, nem messze a pályaudvartól. Értesítenünk kell a rendőrséget. A rendőrséget minek? Megkérhetném, hogy függesse fel egy perccel azt a rohadt gépelést? Hát nem lehet itt soha nyugodtan dolgozni? Na végre. Mi volt veled tegnap? Hirtelen rosszul létfogadt el. A szívemre, tudod, siettem haza. Na, se vagyok jól.
Elmegyek orvoshoz. Ki kell vizsgáltatnom magam. Persze, menj csak. A helyszín úgyis megvan. Nem. Nincs meg a helyszín. Hogy? De hát telefonáltál, és azt mondtad, hogy megtaláltad. Megvan, amit kerestünk. Hát nem azt mondtad nekem tegnap a telefonban, hogy megtaláltad? Lehet. Talán már akkor sem voltam jól. Sajnálom, de semmit nem találtam. Eris! Mi történt veled? Mi történt volna? Hülyének nézel? Csak nem képzeled, hogy beveszem azt a mesét, amit az előbb előadtál nekünk. Orvoshoz megyek, biztosan kiír pár napra. Erich, mi van veled? Mi lenne? Nincs semmi. Mondd meg őszintén, félsz valamitől? Szállj le rólam! Mi baj a Karaunak? Nem látszott rajta, hogy beteg lenne. Szerintem sem. De valami nincs rendben körülötte. És mi legyen a helyszínnel? Hát... majd én megkeresem. Méghozzá azt, amelyikről Karau beszélt. Én vagyok, Arlene. Szervusz, Arlene. Willy még nem ért haza. Nagyon ideges vagyok. A gyártásvezető szerint külső helyszínt keres a pályaudvar környékén. Ott, ahol tegnap jártatok. Azt a helyszínt keresi. Ott vagy még? Igen, itt vagyok. Ne idegeskedj, Arlene. Biztosan mindjárt otthon lesz. Hív fel, amint megérkezett. Hallod? Azonnal! Jó reggelt! Van valami? Egy halott. Keleti pályaudvar, 41-es külső vágány mellett. Ennyit tudunk. Átment rajta a vonat. Szörnyű látvány. Tudtátok azonosítani? Nála voltak az iratai. Willy Laufen a neves. Miért kellünk ide mi, a gyilkosságiak? A halottként megállapította, hogy lőtsepp van rajta. A vasútnál dolgozik? Nem, filmes, felvételvezető. Szóval lőtsepp. Elképzelhető, hogy akkor hozták ide a szerencsétlent, amikor már régen halott volt. Hát nem ez lenne az első eset. Igen, itt lakik. Itt lakunk mindketten. Maga a felesége? Nem. De együtt élünk évek óta. Csak nem történt valami baja. Meghalt. Tehát mit tudtunk meg róla? Tegnap délután elindult külső helyszínt keresni. Egy filmhez. Milyen helyszínt keresett? Egy hátsó udvart rozog a épületekkel, lehetőleg valami kihalt környéken. Hmm. Egy ilyen helyet keresett tehát.
a pályaudvar közelében. Éppen hozzád indultam. Hívtalak, nem voltál otthon. Tudsz róla valamit? Erich meghalt. Meghalt, hallod? A vasúti vágányok közt találták meg. A keleti pályaudvarnál. Elütött a vonat. A rendőrség szerint később vitték oda. Amikor már halott volt, érted? Lehet, hogy gyilkosság? El tudod ezt képzelni? Igen. Rettenetes. A rendőrség tud már valamit? Elmondtam, hogy helyszínt keresett a filmhez. Azt is mondtad, hogy hol? Igen. A pályaudvarnál. Erich. Nem segíthetek, én se tudok többet. Erich. Mi volt ez a dolog? Tegnap előtt. Amikor együtt indultatok el. Ezt is elmondtad? Elmondtam. Hát a rendőrségnek. Nem. Ebben a percben jutott az eszembe, hogy volt veled valami. Willy egész nap hiába keresett téged. Hirtelen rosszul lettem. A szívemmel más nem volt. Nincs valami köze ahhoz? Mire gondolsz? Ahhoz, ami Willyvel történt. Honnan veszed ezt? Ugyan már szó sincs róla. Ezt verd ki a fejedből. Erich! Viszontlátásra. Leparkolok valahol, és megvárom itt. Köszönöm. Jó napot. Derek főfelügyelő urat keresem. Harmadik emelet 316-os szoba. Köszönöm. Beszélni akart velem? Igen, a kollégája halálával kapcsolatban. Vagy mondhatom úgy, hogy a barátja volt? Igen. Sőt, nagyon jó barátok voltak, ugye? Igen. Tehát a barátja halálának ügyében hivattam. Úgy hallottam, gyilkosság történt. Ez most már biztos? Igen. A boncolási jegyzőkönyv szerint egyértelmű, hogy lelőtték. Nem a vágányok között, oda csak azután vitték. Értem. Úgy hallottuk, hogy együtt indultak el helyszínt keresni a filmjükhöz, tegnap előtt. Elváltak egymástól, és külön-külön indultak útnak, hogy keressenek egy hátsó udvart. Igen, egy bizonyos hangulatú helyet kerestünk. Elhagyott, kihalt. Igen, igen. Aztán nem sokkal később felhívta a rendező asszisztensnőt. Beszéltünk vele, és azt mondta neki, várjon, hát ha szó szerint sikerül idéznem. Heuréka, megvan, megtaláltam, amit kerestünk, igaz? Igen, illetve szóval aztán... Amikor jobban megnéztem, már nem voltam benne olyan biztos, hogy megfelel nekünk az a hely. Meg is mondtam később a stábnak, hogy mégse ez az, amit kerestünk. De aztán valami különös dolog történhetett. Magának nyoma veszett. Egész nap és egész éjjel hiába keresték. És amikor újra előkerült, előadott valami történetet. Mi is volt az? Egyszerűen rosszul lettem. Iszonyú szívdobogás jött rám. Szörnyű gyengeség. Beültem a kocsiba és hazahajtottam. Sokan keresték magát telefonon. Nincs telefon a hálószobámban. Különben is bevettem egy altatót. Hogy? Altatót? Szívdobogás ellen? Hát nem veszélytelen. De nem lett semmi baja. Tehát egy nappal később, vagyis tegnap elindult a kollégája, hogy egyedül keressen helyszínt a filmhez. Egyet áruljon el. Mi baja eshet az embernek egy ilyen motívum keresés közben? Semmi. Tulajdonképpen semmi. Időnként előfordul, hogy meggyűlik a bajunk az emberekkel birtokháborítás miatt. De általában, ha elmondjuk, hogy mit keresünk,
A legtöbben segítőkészek. De a maga kollégáját lelőtte valaki, miért? Tud rá valamilyen magyarázatot? Nem tudok. Ki az? Derrick vagyok, a gyilkossági csoporttól. Ma délelőtt járt nálam az irodámban. Jó estét. Jó estét. Nézze, ha esetleg zavarnám, mondja meg nyugodtan, és már itt sem vagyok. Nem, de hogy történt valami? Semmi, de feltételezem, hogy nincs valami jó hangulatban. A barátja halála, miután nem természetes halál volt, bizonyára nagyon megviselte magát. Végül is nekem kell felderítenem ezt az ügyet. Tudja, a munkám során gyakran találkozom emberi sorsokkal, amelyek mély benyomást tesznek rám. Remélem, nem veszi tolakodásnak, hogy így... betörök ide. Derrick úr, a bűnügyi rendőrségtől. Carla Vége kisasszony, egy kedves ismerősem. Jó estét. Derrick vagyok. Jó estét. Hát mégiscsak rosszkor jöttem, vagy az ifjú hölgy is hallott az esetről? Igen, említettem neki. Szóval maga is ismerte az ő kollégáját? Nem, nem ismerte Willit. Igen, igen. Ugye milyen különös történet? Igen, nagyon talányos az egész. De most már mennem kell. Biztosan négy szem közt akarnak beszélgetni. Szó sincs róla, egyáltalán nem zavar minket, maradjon csak nyugodtan. De el kell mennem. Remélem, hogy nem miattam siet ennyire. Nem, késő van, mennem kell, viszontlátásra. Viszontlátásra. Igazán nagyon bájos ifjú hölgy. Régi ismerőse? Igen. A filmnél, vagyis a film szakmában dolgozik? Nem, nem, műszaki rajzoló. Honnan ismeri a hölgyet? Mit akar tőlem, felügyelő úr? Az igazat szeretném hallani, semmi mást. Több mint 20 éve, hogy embereket hallgatok ki, és elég jól meg tudom állapítani, hogy mivel állok szemben. Mellébeszéléssel, hazugsággal, vagy az igazsággal. Mert néha azért azzal is találkozom. Maga nem mondott nekem igazat. Örülök, hogy eljött. Holnap felkerestem volna. Egyszerűen nem tudom, hogyan tovább. Elmondom, mi történt. Tegnap előtt Willi Laufennel együtt elindultunk külső helyszínt keresni a filmhez. A keleti pályaudvar közvetlen közelében. Külön-külön jártuk a környéket. Azonnal tudtam, hogy megtaláltam az ideális helyszínt. Az lett volna a feladatom, hogy kiderítsem, ki a tulajdonos. Hogy forgatási engedélyt kérhessünk tőle. A szomszédban egy irodaszerű helyiség volt. Életnek semmi nyoma. Mintha már régóta nem használnák semmire. Csupa por minden. Rögtön felhívtam a rendező asszisztenst, hogy megvan a helyszín, méghozzá egészen pontosan az, amit kerestünk. Aztán lementem a pincébe. Zajt hallottam. Mégiscsak van itt valaki, gondoltam. Megint hallottam hangokat. Ahó, van itt valaki? Abban a pillanatban néma csönd lett. Bevallom, akkor félni kezdtem. De nem akartam visszafordulni.
Ki ez a tag? Hogy kerül ide? Régi barátunk. Apám barátja, családtagnak számít. Hagyjátok, megbízható. Megmondtok, hogy senki se jöhet ide. Senki? Hogy kerül ez ide? Nem tartották be, amiben megállapodtunk. Igaza van, elnézést kérek. Nagyon sajnálom. De megbízhatunk benne. Tegye le azt a fegyvert. Minek kellett ide jönned? Megmondtam, hogy ne gyere utánam. Erről az ürgéről szó se volt. Van még valaki, aki tud a lóvéről? Esküszöm, senki. Haver, azt ugye tudod, hogy majdnem lelőttelek? Mondj már valamit! Nagyon sajnálom. Elnézést. Ne haragudj. Szerencse, hogy közbeléptél. És ez a kislány, akit még soha életemben nem láttam, megmentette az életemet. Aztán visszamentünk a műterembe. Ezek tényleg lelőttek volna. Ki maga? Építész vagyok, egy filmvállalatnál. Helyszínt keresek a forgatáshoz. Éppen ilyet, mint ez. Örültem, hogy rábukkantam erre a helyre. Az ablakon mászott be? Igen. Ki akartam deríteni, hogy kié az épület, a forgatási engedély miatt. Fényképezett is? Hát persze. Akkor adja ide a felvételeket. Ugye? Később megmagyarázom, most szálljon be. Miért csinálja ezt? Tudja, milyen szörnyű helyzetbe hozott engem? Mindannyiunknak veszélyben forog az élete. Magának, nekem és az apámnak is. Egy szót se értek. Menjen be. Nem veszi le a kabátját? Tudja, az apám nagyszerű fényképész. És persze a filmek előhívásában és a képek nagyításában is profi. Van, aki azt mondja, hogy zseni, de van, aki azt, hogy csak őrült. Minden esetre a pénzzel sohasem tudott bánni. Egész életünkben egyik napról a másikra éltünk. Amíg fel nem bukkantak ezek az emberek, akik érdeklődni kezdtek apám tehetsége iránt. Ők is szakemberek a saját területükön. Igen, tapasztaltam. Pénzhamisítók. Apám megegyezett ezekkel az emberekkel. Átengedte nekik a pincét, segített nekik. Rettenetesen tetszett neki, hogy végre valaki értékeli a művészi képességeit. Ezek tömték pénzzel. Úgy költekezett, mint egy őrült. Megkérdeztem tőle, honnan szerezte a pénzt. És akkor elmondott mindent. És büszke volt magára. Nem lehetett vele beszélni. Hiába magyaráztam neki, hogy bűncselekményt követ el. Kinevetett. Azt mondta, minden pénzkereset bűncselekmény. Most van pénzem. És többet nem mondok le róla. Vagy talán fel akarsz jelenteni? Feljelentenéd a saját apádat? Börtönbe akarod juttatni az édesapádat? Ez egy hete történt. Kárla 3 napja ismeri azokat az embereket.
Az apja mutatta be nekik. Ez az én kislányom, ő is benne van a buliban, ezentúl neki is osszatok a pénzből. Benne van az üzletben. Benne van az üzletben? Nagyon hamar rájött, hogy mibe keveredett, és hogy kikkel áll szemben. Ha ellenkezik, az mindkettőjük halálát jelentette volna. Értse meg, az apja nem teljesen normális. Belekeverte a lányát. Carla nem tudta, mit csináljon, hogy szabaduljon meg ezektől az emberektől. Belement a játékba, mert egyszerűen nem tehetett mást. Én akkor keveredtem bele teljesen véletlenül, ő pedig megmentette az életemet azzal, hogy olyan villámgyorsan kapcsolt. Később aztán megpróbáltunk kitalálni valami megoldást. Megmondtam neki, mindenképpen értesítenie kell a rendőrséget. De ő arra kért, hogy ne csináljak semmit, adjak neki néhány nap gondolkodási időt. Már pedig ő mentette meg az életét. Igen, megígértem neki, hogy nem mondok semmit. És pénzt hamisítottak, ugye? Igen, dollárban jegyeket. Ráadásul dollárt. Hát pedig dollárt hamisítani nem olyan pofon egyszerű dolog, az senki sem rázza ki csak úgy a kis ujjából. Mutatok egy bankjegyet. $100. Meg tudja állapítani, hogy milyen munka? Akár jó, akár rossz, minden esetre hamis. És ez még a legkevesebb. Van a buliban még egy trükk. A pénzt Brazíliába viszik. Az ottani emberek átváltják a pénzüket dollárra, mennyiük csak van, és utána otthon őrzik. És fogalmuk sincs róla, milyen egy valódi $100. Nagyon érdekes. Megengedi, hogy telefonáljak? Várjon egy percet. Ide hívom Carlát, nem ment el az előbb. Kint vár az ajtó előtt. Megkért rá, hogy mondjak el mindent. Jöhettek, fiúk. Kutassatok át mindent. Ezt is nézzétek meg, lehetnek rajta újra nyomatok. Miután megölték Laufent, forró lett a lábuk alatt a talaj. Megmondaná az apja címét? Johann von Verstrasse 3. Szálljon be, kérem. Ki az? Papa, nyisd ki az ajtót! Á, te vagy az. Épp a legjobbkor jöttél. Kik maguk? Mit akarnak itt? Bűnügyi rendőrség. Na és, szabad tudnom, hogy mit keresnek itt? Rögtön, de megengedj, hogy előbb bemenjünk.
Képes voltál megtenni, hogy rámúzítod a zsarukat? De uram... Mit akarnak tőlem? Előre megmondom, hogy mindent tagadni fogok, amit a lányom kitalált rólam. Szemenszedett hazugság az egész! Uram, a lánya tanúvallomást tett ön ellen. Ő pedig Karau úr, aki szemtanúként bizonyítja, hogy a laboratórium a pincében dollárhamisítás folyt. Na és találtak hamis bankjegyeket a pincében? Nem, semmit. Bármit mondanak is a szemtanúi, én mindent letagadok. A pince üres. Tehát persze, hogy üres a pince, ha egyszer kiürítették. Miután nagyon lőttek ott valakit, nem maradhatott ott a banda. Kit lőttek le ott? Én csak valami balesetről hallottam. Elütött valakit a vonat, amikor az át akart menni a síneken. Baleset volt. Az én pincében nem lőttek le senkit. Apa, semmi értelme. Mindent elmondtam neki. Én nem mondok semmit tőlem, ugyan nem tudnak meg semmit. Nem várhatják el tőlem, hogy önmagam ellen valljak. Kisasszony, kérem. Magunkra hagyna minket az édesapjával. Megkérhetem önt is? Uram, ugye ez is a hamis $100 közül való. Igazán kiváló munka. Ha valaki nem szakértő, biztosan nem veszi észre, hogy hamis a bankjegy. Szabad egy percre? Szóval jó munka, azt mondja. Nem látja, milyen rossz minőségű a papír. Megmondtam nekik, hogy minősíthetetlen ez a papír, kész szégyen. A munkát valóban meg lehet dicsérni, de a papír egyszerűen ócska. Az úgy volt, hogy megkerestek ezek az emberek, és azt mondták nekem, maga nélkül nem megyünk semmire. Ezt persze jó volt hallani. Ki nem hallgatja szívesen, ha dicsérik a tehetségét. Az utóbbi években elég rosszul ment az üzlet, és amikor aranyhegyeket helyeztek kilátásba, hát azt mondtam, miért ne? És különben is nélkülem nem mennek semmire. Rosszul ítéltem meg az egészet. Az ügyet is, az embereket is, és magamat is. A szakember első pillantásra kiszúrja a papír minőségét. Ezt a pénzt Dél-Amerikába szánták, ugye? Igen, jön valaki Brazíliából, és elviszi a hamis bankjegyeket. Valódi dollárt ad helyette, persze nem ugyanannyit. Úgy 20%-ot. Aha. Szóval jön valaki. Nem tudja ki és mikor jön? Nem, az ügynek ez a része sosem érdekelt. De várjon csak, mintha azt hallottam volna, hogy mostanában. Tudja, hogy még soha életemben nem volt dolgom a rendőrséggel. Igen, igen. Nem kételkedem benne. Tudom, hogy a pénzhamisítás bűncselekmény. De hát vonzott a feladat. Rendkívül érdekes volt. Várjon csak, várjon. Igen. Mindjárt eszembe jut, hogy hol is laktak ezek. Egy kis panzióban. A neve... Litau. Szólj a fiúknak, hogy vegyék körül az épületet. Az összes egységünknek. Mindenki a helyén van. Na? Látsz valamit? Csak egy kis hóesést. Nagyon vicces.
Tessék, mivel szolgálhatok? Á, felügyelő úr. Mivel szolgálhatok? A vendégkönyvet kérem. A vendégkönyvet? Vendégkönyvet, nyilvántartást, mindegy. Melyik szobában kilakik, de gyorsan, mert nem érünk rá, gyerünk. Parancsoljon, a vendégkönyv. Kit keresnek? Heinét, Kielert, Rausét. Gyorsan. Heine, Kieler, Raus. A hetes szoba vendége. A hetes szoba. Szoba, gyerünk. Megkérhetném, hogy zárja be azt az ajtót. Willi? Igen? Nehogy a barátunk közben kereket oldjon. Rendben. Tegye le a kagylót. Ezt kikérem magamnak. A zsaruk. Semmi bajod? Nincs. Hát ön ezért imádom ezt a szakmát. Egy hajszálom múlt. Látom. Megsebesültél? Nem, szerencsére. Itt Bavária 3-as. A tettesek kocsi menekülnek. A 15-ös követi. A tettesek elmenekültek. Követik őket. Halló? Tessék. Halló, Derek vagyok. A lánya ott van még? És Karau úr is? Igen, kérem, itt vannak. Sikerrel jártak? Nem, sajnos elmenekültek. Jól figyelje rám, uram. Maguk most életveszélyben vannak. Ezek tudják, hogy maga árult el a panzió nevét. Semmiképp ne hagyják el a lakásukat. Ne nyissanak ajtót, maradjanak a szobában. Ez vonatkozik a lányára és Karau úrra is. Igen, igen, értem. Tehát még egyszer, egyikük se tegye ki a lábát a lakásból. Igen. Itt kell maradnunk a lakásban. Nem sikerült elkapni őket. Annyira sajnálom, kislányom. Nem szabad ajtót nyitnunk. Majd én megnézem. Ne nyissa ki. Kérdezze meg, ki az? Maradjon itt. Tessék, ki az? Megsebesült? Nem, csak megijedtem. Ők azok. Ha Derek nem telefonál, most nem élnénk.
Most már tudom, hogy nagy hibát követtem el. Ezek gyilkosok. És én a bűntársuk vagyok. Ugye az vagyok, vagy talán nem? Nyugodjon meg. Szükségünk van a segítségére. Jó. Jól figyeljen. Azt mondta, hogy a napokban jön valaki Dél-Amerikából. Igen. Honnan? Gondolkodjék, honnan jön? Talán Rióból? Igen. Igen, Rióból. Biztos, hogy Rióból? Csak igen, úgy találomra mondtam. Biztos. Akkor ide figyeljen. Nem emlékszik valami névre, vagy nem beszéltek arról, hogy milyen az az ember, öreg, fiatal, fehér bőrű, színes bőrű? Fogalmam sincs, az ügynek ez a része sosem érdekelt. De az egész biztos, hogy várnak valakit, méghozzá a következő napokban. Igen, azt véletlenül hallottam, hogy néhány nap múlva megint... Jön az az ember, aki kicseréli a hamis bankjegyeket valódi dollárokra. Igen, ki fognak cserélni egy nagy bőröndöt egy kis bőröndre. Képzelje, állítólag nagyon meg vannak elégedve odát a munkámmal, a lelkükre kötötték, hogy mondják meg nekem. Olyanok mondták, akik értenek a szakmához. Azt hiszem, holnap érkezik Martinez. Ez a neve annak a riói embernek? Martinez! Úgy rémlik, mintha ezt a nevet említették volna. Jól van, köszönjük. Bízza csak ránk. Most már biztosan el fogjuk őket kapni. Köszönöm. Itt hagyom Klein felügyelőt. Én is itt maradok, nem lehet semmi baj. Jó éjszakát. Az Istenét, menjen az ablakból! Hogy tettem ilyet, Istenem? Hogy követettem el ekkora hibát? A legjobb, ha lefekszik aludni. Régen a gyerekszobám. Apa mindent úgy hagyott, ahogy volt. Nem tudom, mit gondol. Gondolsz? Nem tudom, mit gondolsz az apámról. Valahogy nem erre a világra való. De sok szeretetet kaptam tőle. Sose tudott megbirkózni a valósággal. Túlélénk a fantáziája. Mindig eszembe jut, amikor ott a pincében oda nyomtak a falhoz. Amikor rám fogták azt a pisztolyt. És aztán, ahogy meghallottam a hangod. Azon gondolkozom, mi játszódhatott le benned? Méghozzá a másodperc tört része alatt. Sose láttál azelőtt. Nem ismertük egymást. Azt se tudtad, ki vagyok. Hogy kerültem oda? Tudtad, mit kell tenned. Figyelem! A török légitársaság 314-es számú járata 10 óra 10 perckor indul Isztambul és Ankara felé.
a kedves utasokat, hogy váradjanak a 4-es bejáratban. Ki hitte volna, hogy tényleg megérkezik ez a Martinez? Igen. Szólj a fiúknak, légy szíves. Csak kerüljék a feltűnést, jó? Megérkezett. A három jó madár közül még egy sem bukkant fel. Látsz valakit? Nem, nincsenek itt. Ott jön. Miért nem tartóztatják le? Azt nyugodtan bízza csak ránk. Szükségünk van csalétekre. Most pedig menjenek vissza a kocsiba. Mr. O'Neill, kérjük, váradjon a kettes információhoz. Mr. O'Neill, a kettes információ... Ő az, aki most lépett az információhoz. Jelezzetek a többieknek. Aki a kocsin, kövessétek. Kérek egy kocsit. Autót bérel magának. Tudjuk majd követni? Minden kocsin készen létben áll. A három jó barát? Úgy dönsült szerelmes párunk, eddig még nem látta őket. Minden egység, figyelem! A parkolóház felé tart! Nem, maguk itt maradnak, üljenek vissza a kocsiba! Erre jöhetett ki, nem? Rendőrség, szálljon ki! Nyissa ki a csomagtartót! Gyorsan! Ott vannak! Álljanak meg! Megállni! Kérem, ne lőjön! Nagyon kérem! Nagyszerű. Dobják el a fegyvereket. Na, mi lesz már? Kérem, tegyék meg. Thank you.
add vissza az enyémet! Szállj be! Elindultak. Na, most már kvittek, igaz? Értesítettük a szövetségi nyomozóirodát. Hát nem. Ebből baj lesz. Nem ez lesz az első ilyen eset. Bemutattuk a Derrick című bűnügyi sorozatfilmjét, Motívum keresés. Írta Herbert Reinecker. Derrick főfelügyelő, Horst Tappert, Szabó Otto. További magyar hangok: Gálvölgyi János, Szersény Gyula, Vas Gábor, Jani Ildikó, Velencei István, Snell Ádám, Kis Erika, Koroknai Géza, Úri István. Magyar szöveg Pető Klára, hangmérnök Láng Noémi, rendezőasszisztens Szőnyi István, vágó Katona Edit, gyártásvezető Csáki Vera, szinkronrendező Hazai György. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Fényképezte Franz Lederle és Hannes Fürblinger. Filmet rendezte Zbigniew Brunich.